Háború. Világjárvány. Energiaválság. Gazdasági világválság. Morális és általános bizalmi válság. Vajon mi jöhet még? S legfőképpen, vajon meddig bírjuk még az úgynevezett civilizációnk megalkotóinak álmok futását? Súlyos tényekkel és súlyos kérdésekkel kell ma az emberiségnek szembenéznie. Mindannyian olyan választ várunk, ami egyértelműen rávilágít a problémák gyökerére. Megvalósítható megoldást, reményt és hitet ad a jövőre nézve. Valójában nem is kell messzire menjünk, hiszen itt élünk a Kárpát-medencében, az emberi civilizáció egyik bölcsőjében. Így mihez is fordulhatnánk, ha nem ahhoz a rendező és teremtő elfhez, ami mindenki által jól ismert. Egy ősi szimbólumot hívtunk hát segítségül, az életvirágát. Hét egyenlő sugarú kör, virág alakzatban elhelyezkedve, amelyek mindegyike egy-egy elemet képvisel, és ezek együttes hatásának, kölcsönös harmóniájának az eredménye maga az élet. Hogyan is lesz ebből megoldása mindennapjainkban? Ki? Vagy inkább kik adják ehhez a sok ezer éves szimbólumhoz a megoldó kulcsokat? Csak is azok, akik értik és tiszteletben tartják a lényegét. Magát, az életet. Az életet. Mi ezeket az embereket keressük. Őket szólítjuk. Őket szólítjuk. Nagy szeretettel üdvözlöm a nézőket, beszélgető partnerem Demján Antal Judit, eredeti végzettsége közgazdász és angoltanár, dolgozott bankban, gyógyszergyárban, olajiparban, és az orosz nyelvet gyerekkora óta használja, gyakorolja. Magyarországra behozta és elterjesztette az orosz bioinformációs technológiákat, olyan szellemi tanokat, amely az ember lelki, szellemi, tudati és testi struktúráival és az ember világban elfoglalt teremtő-alkotó szerepével foglalkozik. A lélekben rejlő mély ősokok torzítatlan tudások tudatosításával, alkalmazásával egy új ember, egy új föld fog születni, amelyben Istentől eredeztethető erkölcsi tanok alapján építjük fel az új együttműködéseinket. Tanárai dr. Grigori Graboljov és dr. Arkadi Petrov az ő könyveit fordította magyarra, és ezek segítségével tanítanak egy harmonikus, teremtői világszemléletet a magyar embereknek. A mostani beszélgetésünknek a célja, szeretnénk megmozdítani a társadalomnak azokat a rétegeit, akik ma még nagyon különböző tudásrendszerekben, nagyon különböző társadalmi törekvésekben hajóznak az új világ fele, tele vágyjal, hogy elszakadjanak a mai kor hihetetlen zűrzavaros nehézségeitől. És hogy ezek a vezetők, akik az embereket vezetik, mint amilyen te is vagy a csoportod élén, üljenek le és kezdjenek el beszélgetni. És erre egy kerekasztal kezdeményezést vagy kerekasztal kezdeményezéseket láttunk megfelelőnek, amelyiknek az életvirága szimbólumába való beilleszkedését tartjuk ideálisnak. Ha valaki figyeli, hogy mi zajlik most, hogy mondjuk úgy, hogy a bolygó jelenlegi gazdái is visznek egy programot, és majdnem azt lehet mondani, hogy mindenhol szinte időütemterv szerinti program zajlódik. És sajnos a mai gazdáink azok egy több ezer éves ciklus végén egy hihetetlen
életellenes dolgot, egy olyan transhumanista, digitális falanszter diktatúra irányába nyomják a világot, és ehhez különböző válságokat, háborúkat, zűrzavarokat gerjesztenek. Ugye az emberekben félelmet és manipulációt használnak arra, hogy elérjék céljukat. Hogy ez a program, ez ne tudjon végbe menni, annak ellenére, hogy az utca embere ugye ezt látja, ezt éljük, hogy azért mai nap még ez a világ nagyon aktívan csúszik ebbe az irányba. És tudom, hogy a szellemi síkokon pedig ott van már az új világnak a mintája. Hogy mit gondolsz, hogy mik lesznek azok az események, vagy a ti tudásrendszeretek szerint ez hogyan fog úgy begyűrözni, hogy hogyan tud ebbe akár az utca embere is úgy bekapcsolódni, hogy tényleg elindulhasson egy aktív folyamat, egy rendrakási folyamat, és ne akadályozódjon végre az, hogy ez az új világ megszületesse. Köszönöm szépen a meghívást, persze, egy hosszú felvezető után egyértelműen a válaszom az, hogy ami most zajlik, ha kívül káosz van, zűrzavar, az azért van, mert az emberek tudatában belül káosz van, zűrzavar van. Akkor lehet körülöttünk ekkora forgó, örvénylő minőség, hogyha az ember belül nincs harmóniában önmagával. És ez mindenkire igaz. Gondoljuk el, nagyon-nagyon hétköznapi síkon is, mennyi mindennel foglalkozunk, nap mint nap. Valójában amit mi ide hoztunk, amivel mi foglalkozunk, és igen, van két nagyszerű tanítom, aki a legmélyebb erkölcsi elveket, morális tanokat akarja az embereknek átadni. Ám a hétköznapokban, hogyha mélyen őszintén magunkban nézünk, vajon hány ember foglalkozik ilyen mély lelki-szellemi síkokkal, vagy megmarad a felszínen? Van egy külső figyelem, ami eltereli az emberek figyelmét, hírek, tömeginformációk, megvezetések, és a belső figyelem, a belső odafigyelés nem csak egymásra, hanem a saját gondolatvilágunk az vajon mivel van elfoglalva. Ha engedjük, és sajnos ma az emberek többsége engedi, hogy irányítsák, akkor a belső figyelem, ami önmagára irányulna, hogy ki ő valójában, honnan érkezett, mi az ő eredendő feladata, vajon szinkronban haladnak-e a gondolatai azzal, amit a lelke érez? És ugye ezt kérdezted is, hogy hogyan lehet egy hétköznapi emberben megtalálni, vagy inkább ő találja meg önmagában azt, ami nem fogja eltéríteni attól az úttól, amin már azért nagyon sokan lépdelünk, egyre többen. Vajon mi az, ami őt ráviszi arra, hogy ébredj, hogy legyél kritikus, hogy kérdőjelezd meg dolgokat, ne higgy el minden csak úgy. Hát én azt mondom, ez a fajta külső ébrezgetés, ez így erővel nem megy. Megy példamutatással, megy azzal, hogy hát neki valahogy úgy minden másképp megy, valahogy mindig olyan rendezett, olyan harmonikus körülötte, amúgy nem is nagyon beteg, hogy minden probléma rendeződik körülötte, vajon hogy csinálja? És én azt vettem észre, hogy az emberek, még azok is, akik most úgymond messze állnak eme szellemi tanoktól, és hétköznapi szűkített tudatban vannak, azok is mélyen, a lelkük mélyén valamiféle mély vonzódást éreznek, mert van egy ilyen is, hogy mégis oda kérdeznek, mégis a szemük sarkából figyelnek. Figyelik a történéseket, holott lehet, hogy ez a túlzott fény, ez a túlzott idealisztikus világ és a világ megmentői fellépése, lehet, hogy egy kicsit kérdőjeleket hagynak az ő gondolataikban, de mégis, azt azért, ezek személyes vélemények és személyes átélések a közelmúltból, azért mondom ennyire aktívan, mégis azt vettem észre, ugye azonnal jönnek az érzésekben a jelek, hogy ja, hogy ti így gondolkod, és még mindig így vagytok, és egészségesek vagytok, és jól vagytok, és szerintetek ez működik, aha, és akkor úgy mély csend. Magába összegzi. Valamit elkezd leszedni, hogy aha, mondom, mondtuk 2 éve. Mondtuk, hogy ez lesz. Sőt, mondtam 8 évvel ezelőtt, hogy ekkora változások lesznek. És ezek a kívülről jövő pofonok, amelyek jönnek, ugye mindenki tudja, amiben benne voltunk a világjárvány, ami most van, ez mind azért tud kialakulni, mert az emberekben ez a belső forrással, hívjuk Istennel való kapcsolat, hívjuk a középpontukkal való kapcsolat, ez nem létezik, ez kihalt. Ez valahogy annyira el van nyomódva, és a legnagyobb oka egyébként ez a
pénzvilági, tőke, termék, profitorientált társadalom. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy hajtjuk a mókuskereket, a mindennapokat, és vajon van-e idő azon elmélkedni, de ez nem kell lótuszülésbe ülni, én ezt mindig elmondom a tanítványaimnak. Egyszerűen csak felébred-e bennünk az a belső kíváncsiság önmagunk iránt, hogy amúgy ki vagyok? Amúgy lélek vagyok. Mert van lelkem, valakivel, valaki mindig súg egy belső igaz állapotot, akkor őt ki hozta létre? Honnan a lelkem? Mi lesz azután, hogyha az úgynevezett halál beköszönt? Tudom, hogy ezek nagyon mély dolgok, és pont azért, és idézem a tanáromat, Grigori Grabovit, mert ő mondta, hogy az emberek a legegyszerűbb dolgokon nem gondolkoznak el, hogy honnan a lélek kihúzta létre. Vagy azért nem gondolkozik el ezen, mert még nem érett rá, mert még nem érett meg erre, hogy ezen gondolkozzon, vagy azért, mert egyszerűen nincs rá ideje. Ennyire egyszerű van. Nincs rá ideje, hogy ezen gondolkozzon. Míg a természetben, akik egyszerűek, hétköznap, józan paraszti eszüket használják, közel van a természethez, ez fontos. Nincs ebben a művi mesterkét világban, azért azt valljuk be nyíltan, hát ebben a közösségben ezt nem kell vitatni, hogy abszolút ott van a forrással, a fősőbb énnel, a teremtővel való kapcsolat. És ezért a belső világuk, a belső értékrendjerük is sokkal stabilabb. Nem lehet őket megvezetni, és legyen bármilyen világégésük, ők hát csak nem ez lenne a cél, hogy hát jó, akkor mi el vagyunk, és elvonulunk, és akkor mögöttem a vízözön. Azt a részét, amit ugye én úgy fogalmaztam, hogy a bolygó gazdáinak megy egy programja, és akkor ezt próbálom még egy kicsit, tehát ez mindenféle kulturális, gazdálkodási, társadalomszervezési kihatása van. Az utca embere, ő lényegében nem, nincs hatással úgy ezekre a nagyobb rendszerekbe. Ő ugye csak élni szeretne, a naív, jó szemű családot eltartani, stb. És elmegy, és dolgozik ebben a rendszerben a megélhetésért, hogy egy kis öröme legyen hétvégén, amikor pihenő ideje van, stb. Tehát valahol az, hogy miért van ennyire elfoglalva az ember, ez nem feltétlen az ő hibája, és voltak ugye a társadalomban a korábbi idő, vagy a történelemben korábbi olyan időszakok, amikor például egy paraszti létben ugye nem volt ekkora behatás, nem volt média, nem volt ennyi információ, tehát ott sokkal inkább a természetközeliségben, sokkal életközpontúbb életet élhettek ott a társadalmaknak, a szolidaritási, egymásra utaltsági kérdéseire, ugye tudjuk, hogy magasabb szinte volt. És látszik, hogy hiába a tudás, csúszunk lefele, hiába a tanultság, csúszunk lefele, tehát valahol van egy jól szervezett olyan hatás fölöttünk, amelyik viszi a bolygót abba a program irányába, amelyiket itt vázoltam, amelyik, ugye én azt mondom, hogy a gazdáink elvesztették az irányt, tehát eltévedtek, és van egy gőzhengerük, egy ilyen iszonyú nagy bolygóméretű társadalmi gőzhengerük, ami megy előre, majdnem azt mondom, hogy fejevesztetten, tehát őrült módon, tehát ha nagyon megnézzük, teljesen életellenesen, ezt az iszonyú nagy lendkereket valahogy meg fog kelleni állítani. És ez szellemi, de akárhogy is mondjuk ennek a vége, az fizikai és társadalomszervezési kérdések. Tehát egy picit erre kérdeznék rá, hogy a te tudásrendszered szerint, vagy a ti tudásrendszeretek szerint ez a rendrakási folyamat, ez hogyan fog tudni végigmenni? És az utcaembere hogy tud ebbe bekapcsolódni? Igen, ha túl gyors a külső változás, a technogén műszaki fejlődés, és az a fókusz, akkor a belső lemarad. Tehát az, ami most zajlik körülöttünk, túlságosan elmentünk a digitális technológia, a műszaki fejlődés irányába, a belső, a szellemi és a tudatfejlesztés, ez lemaradt. Ez a belső vágy, igény nem mutatkozott meg, most is visszatérek az egyének ama felelősségére, hogy úgymond könnyebbé vált látszólag az életünk, és most ez az interjú is erre a modern civilizációs környezetre vonatkozzon, úgy gondolom itt a fejlett országok terén. Mindent kiszerveztük a gyógyítás jogát, a pereskedéseink jogát, tehát az, amiben mi nem tudunk döntést hozni, majd van az ügyvéd, van az orvos, ugye majd megoldják helyettünk a problémát. Valójában
szétszabdaltuk az egységünket, az egészségünket, azt a teljességet, amivel az ember eredeti, szabad, önálló jogán és szabad akaratából kifolyólag rendelkezik, tehát képes az öngyógyításra, képes felelős döntéseket hozni, úgy, ahogyan a Teremtő ezt odadobta nekünk, csak hogy mi ezeket úgy szépen, mi úgy mondjuk így szaknyelven, de ez jó szakzsargon, hogy tudatunknak mindig egy-egy pici részét eldobtuk ide, oda, amoda. Az egyén dobta el, vagy a társadalmi úgymond mérnökök, akik ilyen értelemben adták ezeknek ugye a design formáját, ugye fölkínáltak ilyen megoldásokat, persze, és az embereket rávették, hogy odaadják még ezeket az utolsó... Én ugyanúgy beleszülettem, ebben neveltek, ugyanúgy van egy hitrendszer, van egy szociológiai környezet, van egy oktatási rendszerünk, hát mindenki tudja ezeket, szerintem ebbe bele se kell menni. Igen, ezeket örököltük, ez így van. Örököltük, kapjuk. Régi csatározás ez, mondjuk úgy, hogy valahogy úgy, hogyha, és én nagyon szeretem ezt a megközelítést felülről nézni, hogy fölülről ránézve, itt volt az egész, tessék, itt a ti játszóteretek, és nézzük, hogy mire mentek vele. És mihelyst valaki egy picit is veszít ebből, valaki kitalál egy nem teremtői harmonikus gondolatot, már megnézze, hogy a másik mennyire hajlandó erre. Ezek olyan nagyon-nagyon érdekes dolgok, nagyon régre mennek vissza, hogy miért így alakult, hogy vajon az ember miért akar mindig könnyebb, gyorsabb úton, csak egy egyszerű példa, most pont regenerációs tanfolyam volt, fogorvos, hip-hop azonnal megoldja a problémákat. Miért nem mélyülünk abba bele, hogy hogyan lehet ez szellemi úton? Hát az időt igényel, egy kicsit több gyakorlást, több kitartást, ugye mi szeretünk azonnal gyors megoldásokat létrehozni, és megkapni a kész eredményt. És ez a fajta én magam hozom létre, és átélem az alkotás örömét, és benne vagyok abban az állapotban, ez a fenemód, és úgy jól lét most, hogy azért mindenünk megvan, persze különbözőek itt is a jólétnek a fogalmi rendszerei, de nekünk kellene önmagunknak, az egyénnek, mert lehet mutogatni ide meg oda, hogy miért hoztak bele, és igen, az ő programjuk az, és akkor most nézzük, hogy az egyén erre hogyan fog reagálni. Saját döntésem volt az, hogy felsoroltuk a három munkáját, direkt tettem bele, saját önálló döntésem volt az, hogy én ebből kiszálltam. Mert egyszer jött egy megvilágosodás, jött egy esemény, amire válaszokat kerestem, és mondtam, kész, én ezt nem csinálom. Azonnal átláttam, megvillant egy út előttem, és kerestem, kutattam. Minél többen fogják ezt így felismerni, hogy ő kiszáll, ő nem lesz rabszolga. Amiket ugye te hát is csinálsz. Hát valahogyan így. Ugye tanítod az embereknek, ugye, hogy hogyan kellene ugye az életet jól vinni. Az egyéni életutak fejlődése, vagy bölcseleti fejlődés, az hogyan jut társadalmi szinten, vagy hogyan lesz ebből társadalmi hatás? Ez csak úgy, és tényleg röviden, ha bedobunk egy kavicsot egy tóba, körülötte koncentrációs körök egyre nagyobb és nagyobb, tulajdonképpen, hogyha van egy idea, és ez azért fontos, először mindig a tudat szintjén gondolati együtt gondolkozók fognak találkozni, és utána ők mindezt meg akarják valósítani az anyagban, és minél jobban tágul ez a kör, minél többen és többen együtt rezegnek ezzel, és ez csak akkor lesz közös erkölcsi idea alap, hogyha valamilyen mély ősi gyökérből származik ez a tudás, mert ugye rengeteg ágon el lehet jutni, de az alap, a mély, az ős ok, annak közösnek kell lenni, és amikor a lelkek így együtt hangolódnak, ez a legfontosabb szerintem, hogy együvé formálódnak, akkor a gondolatok olyan szinten elkezdenek élővé válni, és amit én még mindig egy kicsit az egyént szeretem szurkálni, de csak azért, mert a spiritus, a lelkesedés, az a tűz, az mára már nagyon kevés emberben van benne. A hajtóerő, a motor, az éppen a lélektüze, a szellem, amivel alkotunk. És hogyha ezek az együtt gondolkozók, lehet, hogy van egy-két fáklyavivő, igen, de azutána begyújtja a többit, mert közös a cél, motiválva vannak, mert látják, és ez egyszerűen viszi őket, és akkor tegyük. Lehet beszélni sok-sok mindenről, de utána, ez szerintem fantasztikus élmény, és én úgy gondolom Magyarországon sok ilyen csapat van már, akkor az anyagban is alkotnak. És ezek az új közösségek, hát az én tanáraimnak ilyen vízióik vannak, minél több új közösség, többen, és most nem kell arra gondolni, visszamenjünk a 18. századba, és akkor mindenki kapálni fog, nem. Egy új tudati technikákkal, egy másfajta szemlélet, de itt az anyagban, és ezek majd összeérnek. Hát valahogyan így. Na, ez egy nagyon szép záró gondolat volt. Köszönöm a beszélgetést.
és köszönjük a nézőknek is, hogy itt voltak velünk, viszontlátásra!